legfontosabb kérdés nekem, legalábbis én nem. És a legtöbb kérdésem azért, mennyivel kell többet fizetnem? Ez foglalkoztatja most azokat, akik a jogszabályváltozás miatt kikerülnek a kataadózási rendszerből, mondja a könyvvizsgáló. A Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamarában tartottak fórumot arról, hogy milyen új adózási formák közül választhatnak az érintettek. A szakemberek azt mondták, hogy jelenlegi ismereteik szerint általános válasz nem adható. Mindenkinek az egyéni helyzete határozza meg, hogy melyik forma a legmegfelelőbb neki. Ezért érdemes könyv előtt felkeresniük, aki segít a váltásban. A helyi iparkamara főtitkára azt mondja, Baranya megyét jelentősen érinti a változás. Baranya megyének az érintettsége. Az egy nagyon egyszerű statisztikai adattal igazolható, a vállalkozások 94-95%-a mikrovállalkozás. Nagy többsége katás vállalkozó volt. Tehát, hogyha valamelyik megyét érinti ez a kérdés, akkor Baranyát kiemelten érinti. Ezért a kamara igyekszik segíteni a helyi vállalkozásoknak, hogy jól döntsenek, mikor adózási formát választanak. A hétfői az első adófórum volt, augusztusban lesz még egy újabb tájékoztató, mondja Rabszabolcs. Úgy tervezzük, a NAVOS kollégákkal is egyeztetve, hogy egy 2-3 héten belül az átalanyadóról, kiváról, tehát az új lehetőségekről egy még részletesebb előadást fogunk megszervezni. Ugyanígy offline és online is követhető lesz. Ez ki fog majd menni a kamarai hírlevélbe, kirakjuk a webre, tehát minden vállalkozó, minden potenciális érdeklődő erre a tudomást fog szerezni. Hétfőn a helyszínen 50-en, online 150-en kísérték figyelemmel a kamarai adófórumot. Az iparkamaránál elmondták, hogy csak szakmai előadásokra, tanácsokra nyitottak ezek a tájékoztatók, mentesek a politikai felhangoktól.